Áldás békességet kívánok minden kedves televízió nézőnek. Ma Máté evangéliuma negyedik részének negyedik verséből szól hozzánk Isten igéje. Jézus pedig így válaszolt, meg van írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Egész héten a bőjtről hallottunk, kerestük annak lényegét és célját. A hívő embereknek kell felmutatniuk mások számára is, hogy mit jelent valójában megtérni az önző, mohó, habzsoló, telhetetlen, elégedetlen, mindig csak követelőző, önmagára, a testére, csak saját érdekeire figyelő, a jövővel nem törődő, felelőtlen magatartásból. Ki más tudja felmutatni a bőjt lényegét, értékét, ember és közösség formáló erejét, mint azok, akik megismertük a Szentírásból. És akik ehhez erőt is kaptunk, és példát is láttunk az Úr Jézus Krisztustól. A hívő ember képes arra, hogy életében minden a helyére kerüljön. Mert az ő életében az első helyen Isten van. És ha Isten van valójában az első helyen, akkor utána minden más elfoglalja az életünkben az őt megillető helyet. Fontos kérdés tehát, az első helyen van Isten az életünkben? És így kerül a helyére az étkezés, a pihenés, a munka, a pénzünk beosztása, az időnk beosztása, a szórakozás, szabadidőnk hasznos eltöltése. Ez is egyfajta bőjt, egy magasabb cél érdekében. Az ember így tanul meg például többek között a szó bőjttel élni. Ott van már a szó a nyelvemen, de nem mondom ki, mert az valakit megsebezne. Így segít el bennünket az Úr Jézus Krisztus az indulat bőjthöz. Már megint megmondanom magamét, ott van a számon, csak itt éppen az valakinek ártana, és nem vinné ügyünket előbbre, akkor nem mondom ki. Ez a bőjtös szemlélet, gondolkodásmód és gyakorlat, ezzel lehetne egymást, a körülöttünk élő életeket igazán gazdagítani. Egyfajta lelki edzés ez, a győzelem érdekében. Tudjuk, a sportra is érvényes, hogy edzés nélkül nincs győzelem. Aki nem tud és nem akar bőjtölni, annak nem lesz győzedelmes a keresztény élete. Segítsen a szent győzedelmes életre az énekír tanácsa, de hogy lehetsz te győztes, kit bűnt tart foglyául, ha téged is legyőzhet a győzedelmes Úr? Csak összetörni engedd kevély bűnös szíved, az Úr keresztjét felvedd, s a győzelem tied. Amen.